Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt Kígyóspusztán. Engedjék meg, hogy egy kis személyes gondolattal emlékezzünk meg most a táblaavató alkalmával Sági atyáról. Annak idején, amikor tudtuk mindannyian, hogy éveken keresztül küzdött az elemekkel és a betegséggel, tudtuk, hogy előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor ő el fog távozni az Úrhoz, és ahogy ő fogalmazta, hogy nem tudja, hogy mikor fog a Jóisten a fülöbottyára suhintani, neki akkor mennie kell. A halál előtti hetekben jöttek a hírek, hogy egyre rosszabb az állapota atyának, és mindenki, aki tehette, tisztelői, barátai eljöttek hozzá elköszönni. Mi is így tettünk, az alapítvány képviseletében is tényleg azt lehet mondani, egy baráti kapcsolatban Tápai József, Radványi Jenő, és akár jó magamat is megemlíthetem, utolsó estéjén itt ültünk a paplakban, atya halálos ágya mellett. Emlékezetes, halk beszélgetés volt, és szerintem mindenkinek beleívódott a lelkében. Atyának annyira kevés ereje volt már, hogy alig-alig lehetett hallani a hangját, viszont a szemében ott égett a tűz, ott volt az a rengeteg mondanival, amit még mondania kellett volna. Én úgy gondolom, hogy azon az estén ott valahol mindannyian éreztük, akik itt voltunk, hogy talán most ez volt az utolsó egy óra hossz, amit vele tudtunk tölteni. És egy nagyon érdekes jelenet volt, amikor a köszönet, elköszönés került most már az időben. Odaléptem az ágyához, és utolsó erejét összeszedve atya fölemelkedett egy picit az ágyáról, és megszorította gyenge kezével a kezem, és akkor azt mondta, hogy Isten ágya, Isten ágya, Isten ágya. Ez a papi áldás szerintem az, ami mára megteheti, hogy itt lehetünk, és ez az áldás az, ami a hívő ember és a tanyai embereknek a lelki pásztoraként itt kell, hogy legyünk ennél az emléktáblánál, és ez indított el bennünket. Ez az áldás szerintem mindannyiunkra, nem csak hármunkra, akik ott voltunk a halálos ágyán, hanem mindannyiukra, akik most itt vannak, egy terhet rak, egy édes terhet, ami arról szól, hogy ez a közösség tovább fog élni, tovább kell éltetni. Meg kell értetni mindent, hogy tudjunk ezen a földön megmaradni. És most a emléktábla avató előtt én meg szeretném kérni Berki Lilla, a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium népdalénekes tanárát, illetve ugyanennek az iskolának a tanulóját, Szekeres Kamillát, aki a lányom, hogy kárpát-medencei Mária énekekkel tegyék ezt emlékezetessé, ezt a napot. Ó, áldott szűzanya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak, drága gyöngyvirága. Bűnösöknek kegyes szó szólója, vigyázz reánk, édes anyánk. Angyaloknak királyné asszonya, dicsért esél tőlünk, Mária szűzanyánk. Fénylő trónusodról néz örömmel rejánk. Nagy hatalmú Isten, kegyes édesanyja, ki a benne bízót soha el nem hagyja. Ne hagyj el bennünket, ó kegyes gyámolunk, Isten előtt mennyben te légy a szó szólunk.
Isten előtt menj bent, te légy a szószólunk. Gyászba borult egek, háborgó tengerek, csillog a Mária, hozzád puhászkodunk, felé sóhajtozunk. Szeplőtlen szűz anya. Boldog asszony anyánk, mennyei pátrónánk, légy velünk, sok kiáltásunkra, siess oltalmunkra, ha nem jössz, elveszünk. Nagy szíved fényével, lelked békéjével, hajolj a viharra. Égi trónusodból, csillagos lakodból, tekints a magyarra. Égi trónusodból, csillagos lakodból, tekints a magyarra. Mária, Mária, mennyei szép virág, kitárva magasztal, szélesen nagy világ. Mária, Mária, üdvösség hajnala, kire felvirrad a boldogságunk napja. Mária, Mária, mennyei szép csillag, ki a gyászos égen értünk szépen csillog. Mária, Mária, gyászban is fényesség, árva magyaroknak, te vagy az ékesség. Árva magyaroknak, te vagy az ékesség. Már atya halál előtt megfogalmazódott többünkben, hogy mikor ő elmegy végleg, valami emlékezetes dolognak azért maradni kell utána itt Kígyósban a történetei, a tanai után is. És akkor megkerestük a város vezetését, hogy lehetőség lenne-e, hogy a kígyósi közösségi ház, ami ennyire profán egyszerűen csak kígyósi közösségi ház volt, hogy felvehesse Sági atya nevét. A testület döntés hozott róla, hogy ezentúl szerintem azt lehet mondani, hogy mai naptól Sági Lajos közösségi házként fogja szolgálni ezt a közösséget, az az épület. Egy pár szót szeretnék mondani a mögöttünk még lepel alatt lévő emléktábláról. Egy civil gyűjtés adott ennek lehetőséget, illetve az a művész, aki Lantos Györgyi, aki beleálmodta egy kétdimenziós kapott képből háromdimenziós bronzba atya képmását, és aki ezen túl itt fogja nézni, hogy ki az, aki elmegy a templomba, és ki az, aki nem, illetve ezt a rendezvényt ő szemmel fogja kísérni az elkövetkező évtizedekben is. Nagyon köszönjük Lantos Györgyinek ezt a művészi alkotást, amelyet majd mindjárt önök is meg fognak látni. Ő hozzá kötődik Kiskuma és a főterét díszítő Szent II. János Pál pápának a szobra is, ami azt gondolom, hogy elmondhat, hogy Kiskuma is a legszebb köztéri alkotása. Reményeink szerint kígyósi alkotás viszont a második legszebb alkotás itt ezen a környéken. Úgyhogy felszeretném kérni Rábai Mónika alpolgármesterét, egy Radványi Jenőt, az alapítványnak az alelnökét, hogy leplezzék le ezt az alkotást, és utána viszont felkérném Érsek atyát, hogy szentelje meg.
Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Szentírás a zsidókhoz írt levélből. Emlékezzetek vissza a hajdani napokra, amikor miután megvilágosodtatok, szenvedések kemény küzdelmét álltátok ki, s részint gyalázatokban, szorongatatásokban látványul szolgáltatok, részint pedig azoknak, akikkel így bántak, társai lettetek. Mert részetek volt a foglyok szenvedésében, s javaitok elrablását is örömmel viseltétek, tudva, hogy jobb és maradandó javatok van. Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, mert nagy lesz annak a jutalma, béketűrése van szükségetek, hogy Isten akaratát megtegyétek, s elnyerjétek az ígéretet. Mi azonban nem vagyunk a meghátrálás gyermekei a romlásra, hanem a hité az élet elnyerésére. Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Áld meg ezt az emléktáblát, hogy akik Sági Lajos atya tiszteletére emelték, az ő példájából merítsenek erőt, s majd a nők is példaképek legyenek a következő nemzedékek számára, Krisztus, ami Urunk által. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon le rá, s maradjon rajta. Amen.